Sziasztok! Ma egy geometria feladatot oldunk meg egy körben. Először is készítsünk egy vázlatot, rajzoljuk be az átlót, valamint a húrt a feladat szövegének megfelelően. Így három rész keletkezik ebben a körben, ezeknek a területére vagyunk kíváncsiak. A harmadik lesz a legkönnyebb, az egy félkör, vagyis annak a területe r négyzet x pi per 2. A másikhoz egy segédvonalat fogunk berajzolni, így keletkezik egy egyenlőszárú három. Mind a két szára 19 cm, vagyis pont a sugár. Az első részt úgy kapjuk meg, hogy a körcikből levonjuk ennek a háromszögnek a területét, amit most besatírozok. A kettes résznek pedig úgy kapjuk meg a legegyszerűbben, hogy a félkörből levonjuk az egyesnek a területét. Megvan a tervünk, hajtsuk végre. Kezdjük az egyessel. Először is nézzük a körcikket, ugye az A és C ívek között. Az R négyzet x pi a teljes terület, itt 100 fok van, ennek megfelelő rész kell nekünk, tehát 100 per 360-nal kell az R négyzet pi-t beszorozni. Jöjjön a háromszög, az R négyzetszer a közbezárt szög színusza per 2, vagyis színusz 100 fokkal kell az R négyzet per 2-t beszorozni. Az első rész 315, a másik 178, így kapjuk a 137 négyzetmétert. Ne felejtsétek el, a feladat azt kérte, kerekítsünk egészre. Az R négyzet x pi per 2 az 567, és végül az utolsó rész, a kettest, pedig úgy kapjuk meg, hogy a félkörből levonjuk az első résznek a területét, így kapjuk azt, hogy ez 430 négyzetméter. Itt van a három végeredményünk, kész is vagyunk. Egészségetekre!